Szevasztok srácok, én Jan vagyok, ez pedig itt a Fülelő. Mai kibeszélőbe hoztam nektek a Ghost Inside-nak a legújabb lemezét, Searching for Solace, és nem lehet úgy beszélni szerintem erről a zenekarról, hogy ne említsük meg azt az ominózusos buszbalesetet. Bazd meg! Na ezt, aki gyorsan ki tudja mondani, annak azért minden elismerésem. Szóval, 2005-ben ugye volt nekik egy hatalmas koccanásuk, aminek következtében a dobosuk, puskázni fog, mert valami lengyel neve van, Kacik, igen, Andrew Kacik, elvesztette a jobb lábát, és ugye egy dobosnál az relatív eléggé fontos, és ahelyett, hogy a zenekar keresett volna mást a helyére, megvárták a felépülést, megvárták, amíg fejlesztenek neki egy olyan művégtagot, amivel dobolni tud, és utána összerakták a nulláról az egészet, és visszatértek. Valószínűleg amíg lesz Ghost Inside, és amíg lemezeket adnak ki, addig szerintem ez mindig meg fognak jelenni nálunk, nálam itt a Fülelőben, és mindig el fogom mondani ezt a történetet, ugyanis ennél lojálisabb és kitartóbb barátokra szerintem senkinek, senki ne számítson. Tehát hogy ezek a csávók, amit ott végigélhettek valószínűleg, az olyan. Úgyhogy a szív az ott van. És az előző lemezről, az Aftermath-et mindenki nézze most meg, aki még nem látta YouTube-on a klippel együtt, és tehát úgy kell visszatérni, és úgy kell szívet tépni, és úgy kell szívhez szólni. Ez csak így zárójelbe az elején. Szóval most, hogy letudtuk a kötelező történelem órát, meg az én szívügyemet, nézzünk rá arra, hogy milyen is lett a lemez. A igazság szerint az van, hogy ez a zenekar, ez mindig is olyan zenét játszott, mármint az én számomra, amibe iszonyatosan kívánkozott egy baromi jó vokál, hogy ADTR legyen. De soha nem akartak ADTR lenni, aztán jött a 2020-as lemez, ahol azt hiszem Jeremy McKinnon volt az énekproducer, aki ugye eléggé ADTR, és csinált a Vigilből egy kicsi Jeremyt, amitől egy kicsit az egész ADTR-es lett, viszont időközben meg az ADTR mozdult el egy teljesen más irányba. Tehát megüresedett egy hely. És ami 2020-ban még csak így helyel közzel működött, na az most kurvára beérett. És amikor először hallottam a lemezt, akkor konkrétan szinte minden második számnál ránéztem, hogy de ebbe van valami közreműködő énekes? Vagy mi az Isten történik? És basszus, nem. Az van, ha ezt mind Jonathan Vigil műveli egyedül, akkor bizony kurvára le a kalpaggal előtte. Ugyanis a csávó úgy megtanult énekelni, hogy megőrülsz, megvadulsz. Sőt, egyébként majd mindjárt erre a sőtre még visszatérek, ez most egy hosszabb bekezdés lesz így a kettő között. Szóval az van, hogy igazából ugye a Ghost Inside az valahogy mindig is az volt, hogy
vagy kurva jól érezzük magunkat, és ezt akarjuk csinálni a végtelenségig, vagy valamire kurva dühösek vagyunk, és akkor ezt a kettőt lehetett különböző mértékben vegyíteni, és vagy tisztán az egyik, vagy csak a másik legyen, és igazából nem változott semmit a zenekar ilyen tekintetben, tehát ez a lemez is nagyjából pont ugyanerről szól, és például a Breathless az utolsó dal, az tök jól kifejti azt, hogy tényleg addig kell csinálni ezt az egészet, ameddig lehet, mert ki tudja, hogy meddig lehet, és addig meg rohadtul élvezni kell ezt az egészet, és valószínűleg egyébként erre a rádöbbenésre, amit már többször megcsinált a zenekar a pályafutása során, de valószínűleg hozzátett a Cityscapes nevezetű dal, ami egyébként szerintem a zenekarnak az első olyan tiszta énekes lírája, amiben tényleg egy deka hörgentyű-morgantyú, egy deka bedurrantós drop G, egy semmi ilyesmi nincsen, hanem egész egyszerűen szép alap, szép éneklés, szép szöveggel, és van ennek egyébként egy egészen fájdalmas, már nem számomra, hanem Jonathan Vigils számára fájdalmas apropója, ugyanis ezt elmesélte, hogy amikor Ausztráliában turnéztak még valamikor 2021-22, nem is tudom már pontosan, akkor kapta a hírt, hogy az apukája meghalt, és a könnyei csorogtak, és nézett kifelé Brisbane, azt hiszem Brisbane-nek a szállodaszobájának az ablakán, és igazából látta így a városképet, és azokat az érzéseket próbálta belefoglalni. Tehát igazából van ezen mélység, csak nem kell olyan szintű, többszörös, ilyen metaforikus cuccokra gondolni, mint például ami a 21 Pilots-nál van. Szóval, ez egy kurva jó lemez, azt kell, hogy mondjam. Van rajta egy-két olyan dal, egyébként nálam pont a Reckoning meg a Wrath volt az a kettő ott a vége felé, amit már így azt éreztem, hogy ha a kettőből csak az egyik van rajta, akkor sokkal nagyobbat baszott volna, és akkor mondjuk 10 dalba megállt volna a lemez 35 perc alatt, az egy fokkal még dobott volna az egészen, de alapjában vélem nincsen vele nagy probléma, mert tényleg a Going Under úgy berúgja gyakorlatilag az ajtót, majd lefektet, elfenekel, ugrál a hátadon, majd utána felránt a földről, és pogózunk, és mospitelünk, és tudja még tökön mit csinálunk, de az a lényeg, hogy beránt, és ott tart, és együtt megy végig veled az elejétől a végéig, és kevés jellemez jelent meg szerintem idén, ami tényleg ennyire, de nem találom rá jó szót, mert napok óta gondolkodom rajta egyébként, hogy mi erre a jó szó, erre az ADTR-ességre, de valószínűleg ennél jobb szavam nem lesz rá. Úgyhogy én maradnék ennél, hogy ami az ADTR-ességet ennyire csúcsra tudná járatni, beleértve úgy, hogy lehet, hogy még idén lesz a ADTR is. Tehát, hogy, és mivel nálam ők ugye ilyen kedvenc kulcs státuszban vannak, most az utóbbi lemezt azt hagyjuk, tehát az mintha nem is lenne, a Bad Vibration-ig bezárólan. És tényleg, amikor már nem az ő lemezüket kell majd melléjük tenni, hanem egy Ghost Inside-ot, az igazából két dologból tevődik össze, az egyik az ADTR-nek a hibája, nem hibája, mert ők úgy látják, hogy amarra kell menni, kár érte, viszont a másik oldalról meg a Ghost Inside-nek a felemelkedése, hogy tényleg tudnak lemezről lemezre szintet lépni. Úgy egyébként azt baromi nagybetűkkel hozzá kell tenni, hogy önazonosak maradnak, hogy egyáltalán nem fordulnak ki önmagukból. Úgyhogy
le a kalappal a srácok előtt, de tényleg, kurva nagy slágereket írtak el erre a lemezre, és lehet, hogy ez annak köszönhető egyébként, hogy vagy négy, vagy öt producerrel is dolgoztak a lemezen, azt mondja, puskázok, bocsánat, Dan Braunstein, Ted Jensen, Zach Cervini, Jesse Field, Cody Quisted, Tyler Smith és John Eberhardt. Nem feltétlenül értem egyébként, hogy miért kellett ennyi producer, amikor a Dan Braunstein-nel, ha jól tudom, majd másfél évtizede dolgoznak együtt, és kurva jól működött, és vele egy... Jó, lehet, hogy egyébként kellettek a többiek ahhoz, hogy mondjuk ne ennyit lépjenek előre, hanem ennyit lépjenek előre, én nem tudom, nem voltam ott, viszont az 100%-ig biztos, hogy minden egyes perce meg ráköltött cent megérte, úgyhogy ha még nem hallottátok a lemezt, és egy kurva jó sláger metal, vagy de tudom, sláger, HC metal, HC, nem tudom, mi ez gyerekek, valaki mondja már meg, kurva slágeres lemezt akartok hallgatni, akkor a Ghost Inside a ti zenekarotok. És tudom, hogy kurva régen jelent meg, de most jutottam el idáig, és úgy voltam vele, hogy erről mindenképpen akarok beszélni. Úgyhogy ha még nem hallottátok, akkor mi a faszomra vártok egyrészt. Másrészt, ha hallottátok, akkor meg nyugodtan írjátok meg, hogy ti hogy látjátok, aztán legközelebb megtalálkozunk. Ciao, ciao! We'll be right back.